Sziasztok, köszöntelek benneteket! A következő napokban a sok évi átlaghoz képest 2-3 fokkal melegebb időre számíthatunk. Egy ilyen hűvös május után ez már önmagában is hírértékkel bír. Továbbá a légkör stabilabb lesz felettünk, ezért elmaradnak a záporok, zivatarok, és ez a nyugodtabb, kellemesen meleg idő akár egész héten kitarthat. Az elmúlt 1-2 nap folyamán a légkör labilizálódását két légköri képződmény okozta. Egyrészt nyugati irányból egy úgynevezett deformációs mező került hozzánk közelebb. Ez okozott az elmúlt 24 órában a délnyugati ország részben jelentős záporokat, zivatarokat, és közelebb került hozzánk az Észak-Kelet-Kelet-Európa fölött örvénylő úgynevezett magassági hidegörvény is, amely az Észak-Keleti ország rész fölé hozott záporokat, zivatarokat adó felhőzetet, de a következő egy nap során mindkét légköri képződmény távolabb került tőlünk. Ezért már az előttünk álló éjszaka folyamán is összeesnek a gomolyok, illetve eltűnnek az égből, ígről. Kezdetben délnyugaton még több felhő lehet az égen, és esetleg egy-egy zápor is előfordulhat. A hőmérséklet hajnalra általában 9 és 15 fok közé csökken, tehát jól felfrissül a levegő. Holnap napközben nagyon sok napsütésre számíthatunk szerte az országban, de nem marad el a gomolyok képződése sem. Egy picit északnyugaton magasabbra nőhetnek ezek a gomoly felhők, és legjobb eséllyel itt fordulhat elő néhány rövid zápor vagy zivatar, de egy-egy adott pontban a csapadék kialakulásának esélye mindössze néhány százalékra tehető, tehát egyáltalán nem biztos például, hogy Győrben lesz csapadék, és pláne, hogy zivatar alakul ki, még ezeken a tájakon is otthon lehet hagyni az ernyőt. A hőmérséklet nagyon kellemes tartományba, olyan 25 és 29 fok közé emelkedik, és inkább csak a Dunától keletre élénkül meg jobban az északi észak-keleti szél, de még ezeken a területeken sem lesz szeles a nap. Erős lesz viszont, sőt, nagyon erős lehet az UVB-sugárzás, hiszen kevés gomoly felhő lesz az égen, sőt, a gomoly felhők ilyenkor akár még meg is növelhetik, hozzá is járulhatnak az UVB-sugárzáshoz. És akkor nézzük a folytatást, amely tulajdonképpen kedden sem tartogat számunkra változást, és ha odébb állok, látszik, hogy szerdán sem, csütörtökön a délnyugati ország rész fölé egy picit már labilisabb rétegzettségű levegő érkezhet, ezért a Dél-Dunántúl, majd az Alföldön is kialakulhatnak záporok, zivatarok, de általában még akkor is a kellemes, meleg idő lesz a jellemző, és ez az időjárás tehát kitart a következő hétvégén is. Tartós eső vagy lehűlés egyáltalán nincsen kilátásban. Ezen hírekkel köszönöm is a figyelmeteket, jó pihenést kívánok a hétvége hátralévő részére, sziasztok!